Az 5300 lakosú határmenti város önkormányzata éves szinten mintegy 4 milliárd forint működési költséggel gazdálkodhat. Emellett a fejlesztéseket pályázati forrásokból igyekszik fedezni a település. A 2019-es évben 400 millió forintot fordíthattak a belterületi csapadék elvezető rendszer kialakítására, ugyanennyibe került a pátyodik vezető kerékpárút megépítése. 225 millió forintos állami támogatásból a sportcentrumban elkészült egy 200 méteres rekordtáv futópálya, egy szabadtéri kondipark, valamint felújították a füves labdarúgó pályát is. 155 millió forint Európai Uniós támogatásból készült el két bölcsődei csoportszoba, amelyekben 24 gyereknek biztosítanak ellátást. Az önkormányzat két újabb szoba kialakítására is pályázott. 250 millió forint állami forrás fordíthat a város a már épülő busz pályaudvarra, az új távlatokat megnyitó ipari park kialakítására pedig 650 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére. Itt a polgármesteri hivatallal szemben építünk a Schengenre jellemző makoves stílusban épülő új buszpályaudvart építjük, amely egyben szolgáltató ház is lesz, hiszen ebbe lesznek irodák, ebbe lehet lesz majd fodrászüzletet kialakítani, lehet lesz majd különböző büféhelyiségeket kialakítani, és egy nagy parkolót fogunk még a végére építeni, hogy a személyi gépkocsi forgalom is tudjon majd leállni. Szintén egy új szolgáltatással bővítjük Csenget, hiszen a mostani buszpályaudvar az nem megfelelő volt, nem a 21. századnak megfelelő szinten működött, és ezt annál is inkább ki kell építsük, hiszen miniszterelnök úrtól kértünk még támogatást az új ipari parkra. Ezt a támogatást is megkaptuk, és elkezdtük az új ipari parkot építeni. Már egy épület elkezdődött, egy vállalkozás elkezdett egy zöldséggyümölcs feldolgozót építeni ebben az új ipari parkban. Ennek a szélére jön az új börtönberuházás, ahol 250 ember fog majd dolgozni, és a napokban keresett minket egy autóipari gyártó cég, ami nem titkolta, hogy Győrbe, az Audihoz, a Kecskeméti Mercedeshez és Debrecenben a majdani BMW-hez szeretne szelepeket gyártani. Csengerben járóbeteg szakellátó központ is működik. 18 szakorvosi ellátás segíti a kistérségben élőket a gyógyulásban és a betegségek megelőzésében. A polgármester reményei szerint a jövőben bővülhet a szolgáltatások köre. Szeretnénk egy mentőállomás fejlesztést Csengerben. Van két mentőautónk, de szeretnénk egy esetkocsit, a népnyelvén rohamkocsit Csengerbe hozni. Erre már megkaptuk a lehetőséget Budapesttől is az országos mentőszolgálattól, amit a régióba fogunk most menni tárgyalni. És ha ez megvalósulna, akkor ugye 5 tisztet, mentőtisztet is kapunk ide Csengerbe. Azért fontos, mert nagyon messzi vagyunk Mátészalkától, Fehérgyarmattól, és itt akár egy stroke vagy egy infarktus esetén itt percek is, meg másodpercek is számítanak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az orvosokkal beszélgetve, hogy mindenféleképpen egy esetkocsit kell Csengerben tartani, annál is inkább, mert itt egy nagy átmenői forgalmi út van, ugye Románia irányába rengeteg baleset van sajnos, és ugye itt is azért 15 ezer ember lakik a csengeri járásban, és őket is azért ki kell szolgáljuk. Forján Zsolt elmondta, tervei között szerepel még az úgynevezett halomgödör rehabilitációja. Egy román-magyar pályázatnak köszönhetően 100 millió forintból egy fajmentő tavasz szeretnének kialakítani a jelenleg kiszáradt meder helyén.